Üdvözlöm Önöket! Vendégem Zeitler Ádám közgazdász, a Milestone Intézet egyik alapítója és a Vajdasági Szabad Egyetem egyik vendég előadója, itt most Kishegyesen. Jó napot kívánok, szervusz! Szervusz! Az előadásod témája Merre tart az oktatás és mit hoz a jövő cím alatt fut, és hát gyakorlatilag, mint a Milestone Intézet egyik alapítójaként, nyilván ez a téma teljesen testközeli, ugyanis aki nem tudná, a Milestone Intézet tehetséges középiskolai diákok felkutatásával és oktatásával, menedzselésével foglalkozik, külföldi tanulmányaik elősegítése céljából gyakorlatilag, és ezt ti csináljátok. Mit csináltok, Ádám, teljesen máshogy, mint a hagyományos oktatás, hogy ez ennyire sikeres? Igen, egy nagyon-nagyon pici kiegészítés, csak egy apróság, hogy ha az egész évet nézed, akkor a külföldi tanulás egy nagyon fontos elem, de amit mi csinálunk, az az, hogy utána hogyan lesz a magyar társadalomba visszailleszhető ez az értelmiség. Tehát lassan 10 éve foglalkozunk ezzel, ez a 8. évünk, tehát alapvetően már vannak olyan generációnk, aki már egyetemet elvégezte a világ top 100 egyetemén, és jönnek haza Magyarországra különböző projekteken belül. Tehát igazából a mi ívünk, az annak egy nagyon fontos eleme a top egyetemeken való tanulás a világ legjobb egyetemein, de ennél mi messzebb tervezünk, és messzebb is jutottunk már el, tehát engem jobban érdekel az, hogy lesz ezekből a világlátott okos diákokból egy izgalmas értelmiségi közeg az országban utána, aki frissítést hoz rengeteg területen. Ez minket mindig jobban izgatott, mint az, hogy éppen most Oxfordba vagy Cambridgebe megy, ami nagyon kell, és nagyon fontos, azt gondolom, hogy arra a típusú értelmiségévé fejlődjön, amit mi elképzelünk, ahhoz ez egy fontos állomása az életüknek, de ennél mi messzebb tervezünk, tehát mi nagyon szeretnénk, hogy ők az ország javáj, vagy az országért tegyenek utána, vagy az ország határain belül, vagy az ország határain kívül is az országért, mint aktív diaszpóra tegyenek valamilyen módon. Úgyhogy csak az egész víziót nézve, egy nagyon fontos elem az, hogy kimennek, és utána egy nagyon fontos elem az, hogy hogyan tudjuk őket hazahozni és visszaintegrálni. A kérdésedre válaszolva, a oktatási módszertanunk, ami miatt valóban minket is néha meglepő sikereket tudunk hozni, nyilván nem lerombolva, de ez nem csak rajtunk múlik amúgy, sőt, azt gondolom, hogy a Magyarországon jelenleg jó vagy top gimnáziumnak nevezett 20-25 intézményben ezek a fiatalok nagyon jó alapkészségeket sajátítanak el. Önmagában azt hiszem, hogy egy téves köztudat az, hogy unblock nem jó, vagy unblock jó a magyar oktatás. Én inkább azt mondanám, hogy nagyon-nagyon szétszakadt. Hát vannak kiemelkedően jó iskoláink, ezek általában nagyvárosokhoz kötődőek, Budapest, illetve néhány nagyváros, és sajnos egy hatalmas nagy lyuk van közötte, és van utána egy kifejezetten nem jó minőségű rendszer is megjelenik ebben a formában. Tehát én inkább, az én félelem sokkal inkább az, hogy nyílik szét, vagy egyre jobban különbözik fiatal, vagy gyerek és gyerek attól függően, hogy Budapesten például a fazekasba jár, vagy nem tudom, Ózon az öntödei szakközébe, alapvetően egyre jobban szakad szét az a társadalom ilyen szempontból. Tehát nekem van egy ilyen típusú félelmem. De aki ebbe a fönti rétegbe jár, alapvetően az ő tradicionális magyar, vagy ilyen poroszosnak nevezett oktatási rendszerben megszerzett információhalmaz, vagy tudásbázis, az egy nagyon-nagyon jó alap arra, hogy ez kiegészítve egyfajta ilyen diákközpontú, sokkal inkább problémaközpontú oktatással, egy olyan keveréket lehet kapni így a fiatalokból, hogy csak a tavalyi évben, csak a Milestone-ból 33 diák ment Oxfordba és Cambridgebe, ami összehasonlításban több, mint egy Ausztriából összesen mentek ki. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy a régiónak a top értelmekre való bejutásában nagyon, a diákoknak nagyon fontos szerepünk van. Ez a siker, ez úgy érhető el, hogy ráépítünk egy erős alapoktatásra, és azt próbáljuk meg megtanítani, ami ebből hiányzik, viszont ezek a top intézmények, ezek kvázi elvárják az oda belépő diákoktól. Úgyhogy a mi alapelvünk az általában az, hogy diák és probléma központúan tanítunk. Értem ez alatt azt a probléma központúság alatt, hogy igyekszünk arra fókuszálni, hogy 4 éven keresztül járnak hozzánk diákok, tehát 14-től 18-ig, bár később is be lehet csatlakozni. És alapvetően arról szól a program, hogy az első 2 évben azt szeretnénk, hogy még nem konkrét tudományterületekről beszélünk, hanem szeretnénk azt látni, hogy mi az ő hozzáállása, hogy unblock a tanuláshoz, meg a tudományokhoz. Csináljuk ezt úgy, hogy különböző problémákkal ütköztetjük őket. Mondok egy példát, ami a végtelen, amit nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Függen attól, hogy milyen beállítódottságunk van. Ha azt mondjuk egy fiatal diáknak, hogy a probléma a végtelen, ezzel elkezdünk játszani, az ő reakciója végtelenre, hogy ez hogyan dolgozza fel, mint problémát, például azt mondja, hogy az egy
numerikusan, tehát számokkal megközelíthető probléma, egy fektetett 8-as, amit egyedbe be lehet építeni, amiben lehet utána dolgozni tovább, vagy azt mondja, vagy, hogy absztrahál, hogy ez egy elvont, nagyon nehezen megmagyarázható folyamat, ez az űr, ez a lélek, ezek olyan dolgok, ami a végtelenséget formába önthetjük, ezek nagyon érdekes és különleges filozófiai megközelítések. Nekünk már ez egy nagyon izgalmas visszajelzés arra, hogy az ő alapbeállítódottsága az inkább egy úgynevezett numerikus vagy természettudományos irányba könnyebben mozdul el, vagy egy humánis társadalomtudományos irány inkább, ami való neki. Tehát nem beszél még arról, hogy szociológia vagy matematika szak, inkább azt nézzük meg, hogy az ő alapfelszereltség, az alapeszköztára, amikor problémával jön vele szembe, hova nyúl? A számokhoz nyúl, az elvont dolgokhoz nyúl, vagy nem nyúl sehova, tehát nem is olyan érdekli ez a problémakör még, mert még nem elég érett egy ilyen típusú intellektuális probléma megközelítéséhez. Ezek mind fontos visszajelzések. Ezért van az, hogy minden diáknak van egy személyes mentora mellette, aki tulajdonképpen az impulzusokat felügyeli, és nézi, mik a diáknak a reakció ezekre az impulzusokra, és ezáltal elkezdi terelgetni szépen lassan. Így van az, hogy 3-4 év alatt a legextrémebb szakokat, tehát hogy egyiptológiától, teológián át választanak a diákok, amit így magától természetesen nem mondana soha. Mert egyrészt nem találkozott vele, nem tudja, hogy mi az, nincsen benne a klasszikus gimnáziumi kurikulumban, persze bácsiskolában benne van, és sok iskolában ez megjelenik azért, de őt megtanítjuk neki azt, hogy nem az a fontos, hogy mit fogsz tanulni, az a fontos, hogy melyik egyetemen fogod azt, és őt a legjobbak között legyél. A szemlélet igazából megfordul. Tehát tőlem tanulhat tengerbiológiát is, csak az kénytelen olyan országban, ahol van tenger, mert ott lesz erős a tanszék. Tehát ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy nem Magyarországon vannak a bizonyos tárgyakból kiemelkedő képzések, de tengerbiológia, egyiptológia, ahol nem árt, ha vannak piramisok a környéken, vagy oda tud utazni, könnyedén is tud dolgozni, mondjuk nem tudom, ásatásokon vagy múmiákkal, akkor alapvetően azt látjuk, hogy bizony a tudományoknak a fellegvárai egy-egy tudománynak nem mindig az ország határain belül találhatóak meg. Nincsen semmiféle elvont fétisünk a külföldi egyetemekkel kapcsolatban. Azt gondoljuk, hogy a legjobbakra kell menni, és ha ez nem az ország határán belül van a legjobb, akkor oda kell utazni a legjobbhoz. Ha MIT-n tanítják a legjobb matematikusokat, akkor az MIT-t kell egy okos magyar gyereknek belőni. Tehát nem szabad akkor megelégednie rosszabbal. És ahhoz képest, mert majd, hogyha oda az nem jön össze, akkor vannak BCD, meg nem tudom, E-tervek is akár. De a döntés az, hogy nem a külföldön magában az érték, hanem az, ami téged érdekel, abban próbálj meg a legeslegjobb lenni. De lehetsz te szociológus is, meg lehetsz kultúrantropológus is, nem önmagában ciki az antropológia. Nagyon sok pénzt lehet azzal keresni, mint nem tudom, professzor Oxfordon, aki tanít, publikál. Tehát ugye ez egy jó karrier, jó akadémiai karrier, csak én sem látom azt mindig, hogy az ország határain belül abból, hogy lesz megnyugtató karrier út, akár egy szülő, akár a diáknak a számára. Ezért van az, hogy ezek a társadalmi mitoszok által ezeket a tömegszakokat választják a diákok általában. Tehát nem mernek abba belegondolni, hogy ő valójában mi az, ami ő milyen érdekli, mert ki sem meri mondani a családi ebédnél, és nem is, vagy nem is tudja. Nem is tudja artikulálni, azt nem tudja, mi az, hogy antropológia, igen. Tehát, hogy nem tudja artikulálni a valódi érdeklődését. Nem azt mondja, hogy közgáz, jogorvosi, abban baj nem lehet, vagy vannak még a mérnökök. Ez így nagyjából így megvan, de ezek homályosak, ezek ilyen romantikus elképzelések, ezek impulzusokból jönnek a szülőktől, tehát ezek nem megalapozott tudományos döntések az ő részükről, hanem így jó vagyok matekból, meg nem tudom, angolból, melyek közgázra, abból baj nem lehet. De nyilván a közösség tant szereti, ő nem szeret Marxot meg Keynes-t olvasni, és nem kiemelkedően jó matekból, nem közgazdaság tannal akar foglalkozni, van egy ilyen mítosz, hogy a közgázra úgy lehet pénzt keresni. Azon meg, hogy a Corvinus, mert az meg ott, ugye meg oda nehéz bejutni, akkor van az jó is. Tehát ezek mind mitoszok, mind nem megalapozott döntések, és már az életem második évében gyűlöli. Tehát hogy lehet ellógni, kettes kapni, ússzuk meg, legyen vége, utálom. Pedig az életem pont arról szólna, hogy egy tudománnyal egy intim 3 évet eltöltesz. Tehát bele merülsz, soha nem lesz az életedben még 3 olyan év, hogy semmi dolgod nincsen, csak azzal foglalkozom, amivel szeretnél foglalkozni, olyan a tudományos témákkal. Bármit olvashatsz, tehát hogy az lehet műftöri, lehet teológia, tök mindegy, de valami tudományos témával foglalkozz 3 éven. Tanulj meg elmélyedni, tanulj meg vitázni, tanulj meg fókuszálni, tanulj meg tanulni. Ezt csak úgy tudod jól megtenni, hogyha a körülmények azok egy olyan tárgyba vannak beágyazva, amely téged izgat, és amelyekhez személyesen nagyon-nagyon tudsz kötődni. Úgyhogy ezért gondoljuk azt, hogy a mi módszertanunk egyedi, mert ezt a fajta gondolkodást kihozza a diákjaimból, évente amúgy 300-ból, tehát nagy számok bizonyítják azt, hogy a rendszer jól működik. Gyakorlatilag ti itt átugrottatok egy keresési utat, mert hogy te is nyilván romantikus elképzelésből írtad be az orvosit, és aztán ugyanúgy kilóttál 2-3 év után. Teljesen. Tehát, hogy ez
nyilván ezen mi is, mi magunk is átmentünk. De ez jó egyébként? Jó, hogyha a fiatalnak az útkeresése ilyen szinten lerövidül? Tehát, hogy nyilván erre, tehát oda szeretnék kiukadni, hogy nyilván attól, hogy számodra is volt egy csomó útkeresési lehetőség, és ebből éltél is néhányal, és még nagyon nem gondoltad, hogy ezzel fogsz majd foglalkozni, amivel most, de hogy egy csomó olyan tapasztalatra tettél szert, kíváncsiságra, te tudtad, hogy mi az, ami már nem járható út, tehát, hogy gyakorlatilag ezek nem kellenek legalább annyira egy 18-9-20 éves embernek? De és abszolút értem a kérdésedet, sőt, egyet is értek vele nagyon, hogy kell. Az arra gondolom, hogy kell. Itt talán az segít megérteni a különbség, talán annyi lehet, hogy amikor mi gondolkodunk egyetemekbe, akkor azért gondolkodunk a top 100 egyetemben, és ezek főleg az angloamerikai modellben tanítanak, amiket így mi is hallunk, az Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, MIT, Stanford. Ezek az egyetemek, ezek alapvetően nem tanítanak szakmákat. Hát ezek az egyetemek, hogyha bekerülsz oda, akkor nem lezárult, hanem baromira kinyílnak a tudományok. Tehát az alapképzés ilyen szempontból rendkívül tág. Tehát pont, hogy megismerkedsz rengeteg. A mi dolgunk inkább az, hogy legalább az irány meg legyen. Tehát nem menj úgy orvosira, hogy te a festményeket szereted, mert ott viszont már az már a legjobb egyetem se tud abba segíteni, hogy a biokémia, meg a nem tudom, biofizika, meg az élettan után képekre mennyi lát, és felejtsd el az eddiget. Tehát az iránynak azért kell meglennie, hogy azon belül nyíljon ki az akadémia. És ezek az egyetemek, ezek inkább azt adják meg, hogyha hiába mész te politika szakra, simán végezhet szociológián, Turin, vagy regionális tudományokon, vagy nemzetközi kapcsolatokon. Ezek már nüansznyi különbségek a társadalomtudományokon belül. Nekünk azt kell megállapítani, hogy jó társadalomtudós leszel-e. Az, hogy ezen belül melyiket, igen, teljesen igazad van, ott lehet egy kicsit vándorolni, lehet azt, hogy éppen ezt kipróbálom, ezt ebbe belehallgatok, ezt leadom. Az első évnek a kreditjei a legtöbb helyenben se számítanak a diploma értékbe, pont azért, mert azt várják el is várják a diákoktól, hogy nyíljon ki, tehát mint egy piramis épüljön fel az egyetemi képzése, és egy jó széles alaptudás után. Vannak egyetemek, Cambridge például, aki úgynevezett natural science, tehát természettudományos alapképzést ad. Nem is szűkíti le bioszra, kémiára vagy fizikára. Azt mondja, hogy mindegyiket kell tanulnod, és ha mind a hármat ismered valamennyire, akkor tudsz majd szakosodni, és ami a legizgalmasabb, akkor tanulod meg az úgynevezett interdisziplináris, ezek amikor összemosódik a biosz a fizikával, a kémia az informatikával. Tehát kérdésre válaszolva, az egyetemek feladata az, hogy adott diszciplina területen belül kinyissák a diákot. Nekünk az nagyon fontos feladatunk, hogy kb. Azt megállapítsuk, hogy az a fajta alapkészség, hogy ő jót jól tudjon, hogy ő azt imádja, hogy hallgat egyszerre filozófiát, kémiát, mit tudom én, micsodát, erre nekünk fel kell őt készíteni. Meg kell őt tanítani arra, és látnunk kell azt, hogy ő erre alkalmas-e. Jól fogja magát érezni egy ilyen rendszerben. Ha bekerül egy olyan rendszerbe, és itt a később válaszol a személyes példával, ahol az alapkészségei nem egyeznek az egyetemnek az elvárásaival, akkor bármit ott az egyetem nagyon rosszul fogja magát érezni. És nem jó. A rossz élmény a tanulásban, az sokszor a diákok, meg én magam is azt hiszem, hogy a tanulást nem szeretem, vagy nem tudok tanulni. Közben biokémiát nem tudok tanulni, de el tudok olvasni, rengeteg könyvet is megérteni, a különböző elméleteket és a vitairatokat rendkívül gyorsan. De ezt valaki elmondta volna annó, akkor én azt hittem, hogy nem tudok tanulni. Közben kiderült, hogy nem tudok úgy számokat tanulni, hogy mondjuk egy nem tudom, orvosnak kell számokat tanulni, de nagyon jól tudok megérteni összefüggéseket. Hát, milyen érdekes egyébként, amit mondasz, mert oké, hogy ti 14 éves kortól nagyjából kezditek el a diákoknak a képzését, de hogy alapvetően ez már a beiskolázás, sőt, akár még az óvoda szintjén kezdődhetne ez a fajta kíváncsiság, ez a fajta nyitottság, és ez a fajta odafigyelés a pedagógusok részéről. Tehát ez azért nem kíván egy őrült nagy szakképzést, hogy te rágyere, hogy a gyerek mire nyitott, és hogy megmutasd neki. Persze. Sőt, ugye egyrészt mi is tervezünk erre lejjebben, és erre többet dolgozni. Ami nagyon nehéz, hogy ezért senki nem kap pedagógusok plusz fizetést, és plusz idejük sincsen. Tehát ami nagyon érthető pedagógus oldalról, ezért dolgozunk együtt sok pedagógussal, meg iskolákkal is, mert teljesen értem az, hogy még erre a plusz orientációra, plusz egyetemi felkészítés és ezekre, tényleg anyukám is pedagógus, a feleségem is pedagógus, hogy az van, igen, hogy este 6-kor, amikor befejezi a javítását a dolgozatoknak, akkor kéne megnézni azt, hogy Oxfordban mi a felvételi, nem tudom, határidő. Ja. Nyilván, és nem is beszél sokszor angolul. Tehát nyilván ez egy rendkívül nehéz, és nagyon nehéz ezt irány nyomni, ezt az egészet még a pedagógusok nyakára. Tehát én is azt gondolom, hogy egy ideális világban, egy gyönyörű rendszerben szerintem is, sőt, ott
így magam helyen beszélve, nem lenne ránk egyáltalán szükség. Tehát a gimnáziumok megadnák azt, hogy nemzetközi szinten felkészítik őket. Előtte az óvópedagógusok és az általános iskolai tanárok megadnák azt, hogy már az irányát nagyon jól leírják és átadják úgy a giminek, hogy te ne menjél reál gimibe, te menjél alternatív gimibe, neked az való, ahogyan te gondolkodsz, a művésztekkel való viszonyod, neked egy alternatív rendszer való, inkább egy Waldorfba menjél is, ne egy nem tudom, fazekas C-osztályba. De nincsen kapacitása a pedagógusok, és nincs is képzésük rá. Hát nyilván nagyon ügyesen megtaláltátok a részt, és erre rá is kell ülni erre a hullámra, nyilván hasznos mindkét szempontból, sőt több szempontból, de ami nagyon érdekel engem, említetted, hogy van egy másfél éves kislányod, és hát akkor előrevetítve te végig fogod járni a lányodnak a felfedezés útjait, és ott leszel egyrészt mint apuka, mint szülő, másrészt meg hát mint tanár. És a gyakorlatba kell majd kipróbálnod mindazt az ügyességet, amit te most itt produkálsz, ezen stresszelsz? Ez a tanár, nagyon rossz tanár vagyok, tehát én nagyon keset tanítok, az nem az én erőssége, nem vagyok egy pedagógus alkat, de visszatérve igen, a kislányom kérdésére, hogy alapvetően nyilván nagyon nehéz lesz az a feladat, hogy ne helyezzek rá nyomást, az egy nagyon-nagyon fontos feladat, főleg én Budapesten élek, és főleg egy, nem tudom, budapesti középosztálybeli emberként nyilván ott van a fejemben, hogy egyetemre kell menni, jogimibe kell menni, tehát ezt nagyon vigyáznom kell, hogy ezt a fajta extra nyomás, ezt ne stresszeljem ezzel folyamatosan. Ha már ezt meg tudom, sem nagyon büszke leszek magamra első körben, de már ez egy nagy büszkeség. Illetve azt hiszem, hogy azt a fajta lehetőséget kell megteremtenem majd, és ez nagyon nehéz szintén, hogy akkor is olyan úton is el merjem indítani, vagy tudjak neki segíteni, amit egyáltalán nem ismerek. Tehát nagyon sokszor az előfordul, hogy az ember azért választ a saját szociokutájában is szakokat, mert a papája és a mamája azt ismeri. Ha az én kislányom művészettörténész lesz, vagy, vagy a művészetekkel fog foglalkozni, van egy félem, hogy nem tudok vele beszélgetni a vasárnapi ebédeken. Egy ilyen alapfélem. És hogy ez visszaverza egy művészettörténés család, vagy egy bölcsés családba, hazajött a kislány, hogy ő biokémikus lesz, akkor van egyfajta ilyen meglepődés, és ez honnan jön, meg akkor hogyan fogunk, innentől fogva, hogy lesznek a közös témáink. Ez is egy nagyon érdekes kérdés lesz majd. Amit már egyszer mondtam, a legfontosabb, hogy ne tegyek rá semmilyen nyomást. Az egy ilyen nagyon fontos elem. Azon kívül, hogy így próbálja meg így boldog maradni, vagy így jól csinálni, amit csinál. Hát érdekes, amit mondtad, mert azért a jazz világában te is kirándultál. A jazz? Ja, igen. Kirándultam. Nem voltam elég tehetséges hozzá, hogy ez a kirándulás ez hosszú távon bennmaradjon. De nem kell minden van legjobb lenni. Abszolút. Csak hogy én is nagyon szeretem azt, hogy valamit csinálok, akkor abban szeretem azt, hogy a kompetitív személyiségemből fakadom, hogy abban jó tudok lenni. És ott, ahol nem érzem azt az extra pluszt, ott nehezen maradok meg. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon személyes. És ugye ez nem mindenki kompetitív, ez nem mindenki így kezeli ezt a problémakört. Nekem a jazz a mai napig, tegnap előtt is voltunk egy koncerten, nagyon szerves része az életemnek, van egy zenekar a barátaimmal, ahol így most már csak évente egyszer vagy kétszer ilyen apukák, így elmegyünk, próbálunk, és akkor utána fellépünk annak a 20 embernek, aki szereti, amit csinálunk, szerintem és abból a fele a család, tehát alapvetően ez már egy sokkal inkább egy ilyen baráti társaság a zenélés nekem, mint sem egy ilyen életcél, hogy én a jazzbe kiemelkedő dobos legyek, itt a konzit is nem egész egy év után hagytam ott. Úgyhogy az így nem lettem jazzdobos című könyvemnek az első mondata, és ebben utolsó is. És az például, Ádám, hogy a kungfut választottad, ez annak a következménye, hogy végigpróbáltál egy csomó sportágat, és akkor azt mondtad, hogy na most ez. Vagy annyira puha egyébként az életed, és annyira tolpihés, hogy muszáj volt egy küzdősporttal ezt így megfejelni. Nekem nagyon fontos volt mindig, és ez majdnem minden sportban, de ez nehezen fogható rá a harcművészetekre, az a fajta plusz intellektualitás, ami benne picit jobban el tudok merülni. Tehát önmagában fantasztikus és nagyon utálom a boxot, sőt még nézni is sokszor, így tök érdekes és szeretem. Nekem kellett a harcművészeket körüllengő extra szellemiség, vagy ilyen terítés hozzá, hogy olyan a ruha, olyan a zene, olyan, hogy nekem az fontos volt az átszellemüléshez, hogy egy ilyen körítés kaptak, és nem az van, hogy itt egy ember is le kell ütnöd, az alapvetően úgy nem ragadott magával ezt, hogy volt egy ilyen izgalmas körítése, története, mit tudom én, hány ezer éves harci kultúra, nyilván ez is nagyon megfogott. És ez maga a mozgás is nagyon-nagyon szeretem, most már egy sérülés miatt sajnos nem tudom aktívan űzni, de alapvetően nagyon sok, egy 15 évig nagyon szerves része volt, tanítottam is sokáig az életemnek. Itt a nyár,
A Milestone dolgozik még teljes gőzzel. Mit tervezel, hogyan pihensz? Tehát megengeded-e magadnak azt, hogy akkor néhány hetet akár kivon magad a forgalomba, és ne akarja a legjobb lenni, ne akarja odafigyelni, hanem teljes pihenésnek átad magad. Ja, én nem jár ebben a Milestone, már sem tudom, mi történik. Nem vicceltem, nem. Hát alapvetően, ideális főnök. Azt sem tudom, hol van. Nem, alapvetően ez persze, ez egy örök kérdés. Igyekszünk azért mindannyian a két alapítótársammal is, Éder Danival és Greskovics Györggyel a szabadságunkat mindig augusztusra tenni. Tehát ez egy ilyen beállt rendszer már nálunk, hogy van 11 hónap elég aktív időszak, és augusztus próbáljuk ilyen feltöltődéssel tölteni. Ha bent is vagyunk, igyekszünk az augusztust, fizikailag ott vagyunk a Milestone-ba, tervezéssel tölteni, hogyan lehet megjavítani te rendszereket a modellel. Tehát így, egyik napra a másikra. Amúgy igen. Én azt is meg tudom csinálni, tehát hogy így kint tudom. Ebben nagyon jó volt a kumfó, hogy így kint tudod hagyni a problémákat, és akkor így, hát igyekszem, ha hazamegyek, akkor is nem hazavinni az ügyeimet, ezzel szokott, de nekem kell mindig egy fél óra otthon is, mire ezt így magamban lerendezem, és akkor a feleségem fantasztikusan jó partner, mert ő fél órát hagy nekem, amikor hazaérek, tehát nem az van, hogy egyből nekem is összes később mi volt, hanem ebben fél óra kell, és akkor így beállok az én otthoni állapotomra, és onnantól fogva tök jobb működik, és sokáig is tudnám csinálni, tehát én várom a nyugdíjat, amikor az állapot ez így fenntartható lesz. De alapvetően igen, tudok pihenni, kell egy kicsi idő, hogy így átálljak a pihenő módomra, és akkor abban én nagyon jól érzem magamat. Most éppen a dolgodom van bekapcsolva egyelőre még. Egyszer, Ádám, köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánok kellemes nyarat, és gyorsan. Viszont kívánok, köszönöm szépen.